Ha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy 2020 őszén már egy 44x22-es méretű, a legkorszerűbb technológiával készült műfüves pályán gyakorolhatnak a teveli focisták, elsősorban a serdülők és az ifik, alkalmasint persze a felnőttek is, az illetőt, aki ezt vizionálja, alig ha veszik komolyan. Részint azért, mert kellett ehhez egy kormányzati korábbi döntés, amit TAO támogatásként emlegetnek, aminek hatására gombamódra szaporodtak el a nyugati színvonalú műfüves pályák országszerte. Már ott, ahol élni tudtak a társasági adótörvény adta támogatási lehetőséggel, és kellő önerőt is találtak erre. A kistelepülési megyei futballban tényezőnek számító Tevel is ezek közé tartozik, így újabb műfüves pálya átadására került sor az elmúlt héten Tolna megyében. Látványos fejlesztések zajlottak az országban. Nem csak a nagy stadionokra kell gondolni, hanem kis településeken is. Hát itt Tevelen is megszépült a focipálya, most pedig 40 millió forintból elkészült, ami az MLS támogatásával 10%-os önerővel valósult meg, elkészült ez a műfüves pálya. Mivel világító berendezéssel is ellátott a pálya, késő este is igénybe vehető, és óriási segítség ez a teveli csapatok téli, késő-őszi, koratavaszi felkészülésében, hogy zord időjárás esetén is lehet folyamatosan játszani, edzeni, és a tömegsport eseményeket is meg lehet majd itt rendezni.